Sziasztok, mongufták! Itt van velem a mostani podcasten két vendégem, Lorett, Hello! valamint, akit már a chatből és a játékból is sokan ismerhettek, Krisztián. Sziasztok! És most arról fogunk beszélgetni, hogy mi visszatérő játékosok vagyunk, ugye Lorettel a játékba. Viszont vannak olyanok, akik nem ismerték a Metint, nem ismerik a Metint, és azt fogjuk átbeszélni, mi változott azóta, mióta mi még hajdanán fiatalon, kamasz gyerekként én leültem és játszottam éveken keresztül, azt se tudtam, hogy mi ez, azt se tudtam, mi ez az MMORPG, de toltuk neki barátokkal, suli után tanultunk, tanulás után egyből jöttünk fel, nagyjából ezt lehet átélni most a live-okba, csapatba verődve játszunk, és akkor rátérünk különböző témákra, hogyha valaki nem is ért hozzá, vagy elfelejtette a dolgokat, mint én, akkor felfrissítsük, illetve, hogy mik változtak az elmúlt X hosszú évek folyamán. És ebben Krisztián lesz a segítségünkre főleg. Krisztián, a mi megmentőnk, a mi hősünk, én meg a régmúltból hozok föl némi emléket, és azt fogjuk összehasonlítani. Közben pedig automatán játszani fogunk, hogy fejlődjünk meg minden. Ez nem azt jelenti, hogy beállítva fejlődünk, mert közben én már megtudtam Krisztiántól, hogy most létezik olyan, hogy befizetsz egy X dologé, és a karaktered maga harcol, úgyhogy neked gépnél se kell lenned, de így elveszi a játék szerintem a közösségi funkcióját, de hogy te tudtad-e, Lorett, hogy van most egy ilyen funkció, hogy be lehet fizetni sárkányérméért, hogy a karaktered megáll valahol és harcol. Nem, én erről nem is tudtam, de hogy őszintén ezt nem is pártolom, mert így igazából teljesen elveszti így a játék lényegét, mert szerintem pont az a lényeg, hogy te élvezd a játékot, és ne azt, hogy a gép csinálja helyetted. Igen, meg akkor mi arra térsz vissza, hogy igen, szintelt a karaktered, van küldetés, és akkor utána farmoljon tovább. Tehát ez egy túl mechanikus, beállított dolog lenne. Hát azért régen nem ilyenek, nem voltak ilyenek. Tehát ott annyira alapvető dolgok voltak, tehát magadnak kellett ütnöd a mobokat, sőt nem volt még akkor olyan, hogy bátorságköpeny. Tehát szó szerint neked kellett összehúznod a szörnyeket, de most már annyira el van kicsit kényelmesedve ez a játék, szerintem, hát nem akarok negatív lenni már most a játékhoz, de szerintem egy picit elvesztette az igazi Metinnek a lényegét ez a játék most. De reméljük, hogy visszahozzuk. Amíg ti elkezdtétek a Metint, addig én szokásos módon én voltam a szemetes, mert hogy amit elhagynak mások, addig én mindent összeszedtem igazából, kukázni nem szégyen, megtanította nekünk a fára jó is. Lényeg az, hogy amit más játékos eldob, mert neki nem kell, vagy nincs helye a tárhelybe, véleményem szerint nyugodtan felszedheted, mert ő neki nem kell. Ha mindenáron pénzt akart volna csinálni belőle, akkor vagy elvitte volna a város központig leadni a vegyeskereskedőnek, vagy pedig akkor boltot nyitott volna. Tehát amit a földön találsz név nélkül, és mondjuk nincs mellette az ember éppen csukolva, hogy meghalt, azt azért a neveddel mondjuk, ha ott egy mit tudom én, egy FMS, és akkor ott fekszik mellette a halott, és nem tud felkelni, de nagyjából amiket látsz, szerintem felszedheted, legalábbis én mindig ez alapján játszottam régen. No, Krisztián, szerintem mesélj egy kicsit erről a Metiről, mert most te vagy a jártas ebben, hogy mi az, ami szerinted jó dolog, vagy rossz dolog, ami most jelenleg 2021-ben itt Metinről tudnánk beszélni. Hát kezdem a rosszra. A rossz az az, hogy a csapat nagyon ráment arra, hogy sézzenek. Az emberek manapság nagyon sézzenek. Szóval a sé nélkül nagyobb szinten nem lehetetlen, de nehéz. Szóval ezért is hagyták ott sokan az eredeti Metin. Aha. De jó dolog az, hogy amúgy szinte minden nap eventek vannak. Meg vannak ilyen mindennapi eventek is, és sok újítás is szokott lenni. Aha. Hát szóval akkor ez a játék úgymond átment egy pay to win-re? Hát nagyon. Tízes, hogy nyerje? Ja, mióta összevonták a régi szervereket, azóta csak az van, hogy minden nap ilyen item shopba beraknak ilyen új dolgokat, meg így vednek, meg minden, meg le is akciózzák. Hát mondjuk elég érdekes, tehát annak idején én amikor kezdtem a játékot, ez
ezt most, ha nem csal, az emlékezetem az olyan 2007-2008 körül volt, tehát az nem most volt. Annak idején a metin az csak volt, mint metin, tehát semmi event, semmi ilyesmi, csak úgy volt a játék, élvezti a játékot. Sőt, annak idején az volt a legnagyobb különlegesség, hogyha egy Game Master megmutatta magát. Tehát emlékszem, nekem még megvan az a videó, amikor így levideóztam, hogy úristen, ott egy GM logós, na most azt fel kell venni, mert ezt úgyse fogja elhinni senki se. Wow. És komolyan még megvan ez a videó. Akkor te régebben kezdted valószínűleg, mert nekem meg már az volt, hogy képzeljétek, hogy így lesúgták, hogy írták a főcsetbe, hogy jön a GM, már ott van a map 2-n, figyeljetek oda, ki mit csinál, jön a GM, ellenőrizi, gyerekek, mindenki figyelem. Tehát nem, mint hogyha razzia lenne, és akkor utána mindenki oda ment, és megcsodáltuk a GM-et csillogó cuccokkal. Igen, nekem mondjuk eleve az volt a különleges, hogy volt egy ilyen GM felirat, ami a feje fölött így lebegett. Igen. Az annyira egy különlegesség volt, tehát olyan senkinek nem volt. Igen, szóval ez volt így az érdekesség. Meg hát azért annak idején a régi metin, tehát kicsivel sokkal lassabban fejlődött, tehát nem az volt, hogy egy nap alatt elérsz egy 25-ös szintet. Tehát én emlékszem, hogy vagy egy hónapig szenvedtem, mire fölmentem 25-ösre. Hát ez biztos is. De ez még annak idején volt, tehát akkor még az volt a totál normális. Amúgy az előbbi GM-es dologhoz, hogy a neve fölött fent van egy ilyen logó. Most már úgy van, hogyha valaki eléri a top 1-et, top 2-t, egy top 3-at, ő is kap a feje fölé egy ilyen érmet. Tényleg. Azt a mindenit. Ez mondjuk teljesen új dolog. De végül is ez egy pozitív dolog, mert akkor megmutatja más játékosoknak, hogy igenis, nézd meg, hogy ő top 3-ba benne van, mint játékos. Tehát végül is kitünteti, ha azt nézi. Igen. Ez mondjuk tényleg egy pozitív dolog. Én úgy emlékszek, hogy én ilyen 11-2-3 fele játszhattam, ha minden igaz, vagy még kicsivel hamarabb. Én arra emlékszek, hogy valóban az első 20 szint az nem volt ennyire egyszerű. Tehát mire átjöttünk map 2-re, az nem az volt, hogy 4 órát játszottunk. Hát nem. De akkor nyilván más volt a játékidő is. Tehát nem az volt, hogy akkor egész a ültél a gép előtt, hanem persze, mondjuk ilyen 1-2 órára. Igen, iskola után, miután megtanultunk, akkor egy nagyon pici időnk volt, és akkor ezzel töltöttük, aztán motiváltuk egymást, hogy gyorsan tanulj meg, de azért tudjad is az anyagot másnak. Hát igen. Meg azért nekem most így eszembe jutott a régi szerverek, ugye a Krisztián mondta, hogy szeretek vonva a szerverek, és most így eszembe jutottak, hogy én amikor játszottam, annak idején 5 szerver volt. Bár amikor nagyon-nagyon kezdtem, 4 volt, aztán kibővült 5-re. De ahogy néztem, ami le voltak így zárva, az már ilyen 7-8-9, nem számoltam meg pontosan mennyi volt. De én amire emlékszem, hogy ez a, hogy volt? Altair, Pegazus... Draco, mert én azon voltam. Draco, Altair, Pegazus, Draco, Aquila, én az Aquilai szerveren voltam. Jú, és az ötödik az Amurika. És tudom, hogy több is jött be, csak nekem, ugye annak idején, én amikor játszottam, akkor ez az 5 szerver volt, suszpassz. Az Aquilára még emlékszem, hogy talán ott még utólag, mikor már abba hagytuk a metint, akkor egy ninja karaktert még ott elkezdtünk, én főleg öcsémmel játszottam meg egy-két barátommal, de igen, hogy mindig hoztak be új szervert, és mekkora nagy dolog volt, hogy behoznak egy szervert. Ezzel szemben most azt is hallottam már Krisztiántól, hogy mondta, hogy a privát szerverek azok ilyen hetente több százat nyitnak meg Magyarországon, és azért játsszák talán kicsit kevesebben most ezt, amit mi elkezdtünk. Wow. De én azért hiszek abba, hogy végül is ezt is lehet ugyanúgy élvezni. Majd megtaláljuk a módját. És ami még különlegesség volt, ami régebben nem volt, most megvan, az, hogy ugye az alap 4 karakter megvan, de kibővült egy 5-dikkel. Ez most nem tudom, hogy ez mióta van így. Azt én de sem. Ugye, nem tudom, ez szerintem Krisztián lesz a nagy szakértője. Hogy a vérfarkas, vagy vérfarkas, ugye? Igen, a vérfarkas. Pontosan én sem tudom, de kb. 2014-2015. Hát akkor az sem most volt azért. Nem, és arról esetleg tudsz valamit, hogy miért hozták be, vagy miért pont vérfarkas? Kellett egy új karakter, szóval itt. Sok értelme nincs, mert nem a legerősebb, de... meg amúgy alig játszanak vérfarkassal.
szóval a cucca is annyira kellendő. Tehát nem érzed azt, hogy őt azért hozták volna be, hogy visszahozza a régi játékosokat egy teljesen új játékélménnyel? Hát igazából a képessége is ilyen nagyon extra, szóval így elég jól nézek ki, szóval ilyen olyan, mintha nem is ilyen Metin Bailey karakter lenne. Túl dizájnos, és őt inkább melyik karakterhez tudnád hasonlítani, akik régen játszottak, hogy melyikhez hasonlít legjobban akár a képessége, a taktikája, a fejlesztése, harcos, sura, ninja? Ninja. Egyértelműen ninja. Uh-huh. Hát ilyen meghízott ninja, aki, aki nem olyan erős. Mondjuk elég érdekes. Tehát én még mindig nem tudom megszokni, hogy van egy ötödik karakter, egy vérfarkas. Nem tudom, mert lehet túl régi módi vagyok, és én eleve így szoktam meg a játékot, hogy, hogy igen úgy jó, ahogy. Tehát nem kellenek ide az eventek, nem kellenek ide a plusz dolgok, hanem van az alapnetén, csak az alapnetén, és úgy jó a játék. Mondjuk ha old school-os a játékos, akkor nyilván azt élvezi a legjobban. Igen, az eventekre visszatérve nekem tetszik, hogy van, és már mikor régen voltam, és most éppen nézegetem a kis mackódat, aki itt van lent, úgy néz ki, mint egy gumimaci, ezzel igen, a rózsaszín testével, és a hátán, nem is tudom, hogy az most egy légcsapó, vagy mi akar az ott lenni, ott a hátára, és puszikat küldözget, ha jól látom. Tiszta, igen, igen. Tiszta aranyos meg minden, de nekem egyből gumimacik ugrottak be róla, vagy mintha onnan kihoztuk volna. És végülis az, hogy kaphatunk ilyen cuccokat, meg közben esett már rózsa, meg ugye most olyan event van, hogy csokoládé is eshet, meg nem is tudom még mi, de hogy gyakorlatilag ugye most Valentint elkezdték mondjuk nagyon korán, de hát érthető, hogy nem csak egy vagy két napig tart. Én nekem már régen voltak eventek, mert egy szilveszteri eventre emlékszem, amikor metinkövek hultak mindenhova, de rengeteg, és konkrétan akkor volt az, hogy a map egy városba nem tudtál úgy bemenni, hogy ne ütközz egy metinkőbe, mert ilyen 8-10 metinkő egy kupacba. És akkor egész szilveszterkor szerintem egy ilyen 8-9 órán keresztül mindenhol metinek voltak, az már egy, biztos, hogy egy event volt, de hogy szerintem az event ad hozzá, csak nem szabad úgy belegondolni szerintem az egészben, hogy mindig event lesz, és mindig kalkulálsz arra, hogy mondjuk olyan sok cucc lesz, mindig olyan jól haladsz a fejlődéssel. Én erre leszek kíváncsi, hogy régen meg kellett azt tanulnunk, hogy eljutottál nagy nehezen 30-ig, és utána 50-es szintig, akkora türelemjáték volt az, hogy te ne add fel azt, hogy játszd a játékot, hogy akik 60-ast elértek, azok előtt így kb. A kalapomat emeltem, hogy igen, van kitartásod és van türelmed. De ez hát adta meg a savát, borsát az egésznek. Hát akkor én a 71-es, a volt karakterem 71-es szintjével meg se szólalok, amúgy... Ó, oh. Ezt láttam. Látom, hogy sikerült szintelnem. Amúgy nekem nem is tudom hány... Tehát ugye, ha beléptél a karakter kiválasztó panelba, akkor régebben ugye kiírta, hogy hány perc játékidőt töltöttél vele, és nekem valami... Azt hiányolom. 8-9 ezer volt, de szerintem több is volt az már, mert valami hihetetlen sok évet töltöttem bele, öltem bele, meg közben meg le tudtam cserélni a ruhámat. És nagyon sokszor játszottál te is egyedül, tehát hogy kicsit motiválni próbálnám azokat a monguftákat, akik mondjuk úgy vannak vele, hogy nagyon szívesen jönnek a live-ba játszani, de hogy egyedül félnek kicsit játszani, hogy úgy mennyivel másabb, mert azért egy közösségi játékról beszélünk, de hogy van az a része, amikor egyedül is farmolnod kell, hogy mondjuk tudj haladni. Bár a küldetések azért jóval megdobják a karaktereket az elején, mint régen. Hát szerintem nyilván, hogyha küldetésről van szó, azt ugye egymagad tudod megcsinálni. Nyilván, ha olyan van, hogy kell segítség, akkor szerintem segítsége sokkal egyszerűbb. Ám ha viszont fejlődni vagy egyszerűen ilyen démontorony köröket akarsz menni például, gondolok erre, akkor nyilván a csapatba lenne célszerű. Szerintem ezzel mindenki így van. Uh-huh. Tehát én szerintem jobban élvezném a játékot, ha mondjuk többen lennénk. Tehát mégiscsak egy... Tehát többen játszak ezt a játékot, tehát multiplayerről van szó. Szóval szerintem jobban élvezhető, hogyha többen játszunk, baráti körök meg ilyenek. Igen, és azért szoktam mondani, hogy akkor végülis ez egy jó elgondolás volt, hogy együtt játszunk, amikor fenn vagyunk, csináljunk ilyen nagy látványosságokat, mint mondjuk a múltkori főork legyőzése volt, és gyakorlatilag a küldetésekkel mindenki tud haladni, kivétel amihez kell segítség, abban nyilván segítünk, ha tudunk, de hogy az eléggé szerintem egysíkú lenne, hogyha most arra mennénk rá, hogy akkor most egy embernek vadászunk le 4 tigris, tehát hogy szerintem ez így élvezetesebb az együtt játszós rész live-ba, és úgy külön magadnak az apró
küldetések, hogy fuss ide, fuss oda. Hát annak idején most megint csak a régi versus újat tudnám felhozni. Régen a 99-es szint volt a legmaximálisabb. Most hogy nézem, szerintem ezt kitolták 115-re, jól tudom, Krisztián? Hát láthatok 120-as játékosokat is, de több is van. Képzeljétek el, ezt nemrég hozták be, hogy aki elérte a level 120-at, az így tud prestige-elni. Szóval ez úgymond nem is újra kezdi, hanem olyan lesz a szintje, hogy level 1, és ilyen kéken világít ez a level 1. Azt a mindenét. De jó Isten. És aztán még azt a kék... maradva. Átlett 10-re, szóval hát úgymond 130-a van. Az igen. Hát akkor van mit a tejbe aprítanunk. Hát az biztos. Nekem régen mondom, vagy 68-as, vagy 75-ös volt a surán maximum, de biztos, hogy nem volt 80-as. Nem emlékszek kristálytisztán. De nekem majd ahogy csináljuk a küldetéseket, akkor látni fogom, hogy ez új, vagy még csináltam régen. Hát nekem is a maximális az 72 volt. Amúgy erre a multiplayerre meg, hogy többen vagy egyedül játszunk, erre visszatérve én még annyit szeretnék mondani, hogy azért tehát én például Metének sok mindent köszönhetek, mert például nagyon sok barátaimat így ismertem meg, vagy például az első páromat így ismertem meg. Most ez szégyen, nem szégyen, de azért... Na. Szerintem 2021-ben egyáltalán nem szégyen. Mi is amúgy Janával interneten keresztül ismerkedtünk meg, sőt Metinen nekem is voltak olyan barátaim, akiket így ismertem meg szintén, sőt volt egy olyan család, akivel az anyuka, apuka és a kisgyerekkel is együtt játszottunk, úgy voltunk négyen például kazamatázni, és abból az anyuka volt a 80-as sámán, az apuka az egy ilyen 60-as, 70-es harcos, a kislány pedig ilyen sura volt, mint én, ilyen 60 körül. Tehát ez tök buli volt, hogy a családdal játszol úgymond, és akkor ők is hároman leültek a géphez és kockultak, mondjuk belegondolva így elég viccesen hangzik. Hát igen, de nem tudom, szerintem annak idején ezt nem tudom, szerintem kicsit úgy elítélték, hogy mi az, hogy egy ilyen felnőtt, akinek már gyereke van, és akkor gyerek is játszik vele. Hát nem tudom, tehát én például tökre bírtam volna, hogyha szüleim is játszottak volna, de ez sajnos nem így volt. Viszont én is ismertem ilyet, hogy nekem például unokatesom is játszott a játékkal, csak ő Altairon volt, és neki egy barátnője szintén játszott vele, és az apja is úgymond játszott, és ők így hárman, négyen együtt el voltak. És én mindig úgy irigyeltem, hogy jaj, de jó, megtalálta a baráti körét, és hogy el tud szórakozni, mint a játékban, mondom, hát nekem sose lesz ilyen, és aztán így én is elkezdtem ismerkedni másokkal, tök jó fejekkel. És akkor erre szeretnénk most kitérni így gyorsan, hogyha már ez így feljött, hogy ismerkedés Metinen jelenleg és régen, hogy én mióta aktívan tartottuk azt a két live-ot, és azért azóta többször felléptem játszani, belefutottam random játékosokba, és azt figyeltem meg, hogy én amennyire azért hagytam részbe abban, mert nagyon sok paraszt volt, ezt értsük úgy, hogy belenyúlt a küldetésedbe, addig ütött téged, vagy átjött másik szín, és addig ütött, amíg elvette a Metin alól a cuccokat, tehát voltak ezek a nagyon úgymond kalóz játékosok, meg akik csak arra mentek, hogy szívassanak titeket. Azt vettem észre, hogy itt körülbelül mióta játszunk, nagyon sokszor volt, hogy Metint elkezdtünk valami, 35-ös mondjuk itt, és nem nyúlnak bele, tehát eszük ágában nincs az, hogy na én most akkor szó nélkül oda megyek és elkezdem verni, mint régen, és hogy még volt is, aki megállt, és annyit kérdezett csak, hogy BM, vagy pedig a másik sorra. Írtam, hogy BM, és mondta, akkor semmi, csak esett egy olyan könyv, ami lehet jó lett volna neked, de így nem fontos további jó játékot, és én nekem ez akkora felüdülés volt, hogy jelenleg most akkor a két opció van, hogy vagy olyanok játsszák, akik tényleg nem arra mennek, hogy ez egy vére menő játék, és megöljük a másikat, hogyha valamit csinál, meg ilyenek, meg akkor összedől a világ. Vagy a másik elgondolásom, ami egy kicsit jobban tetszene, hogy az a generáció, aki gyerekként játszotta a Metint, azok felnőttek, valamilyen szinten visszatértek, vagy azoknak a gyerekeik játsszák, és megtanították nekik, hogy nem az önzőzés az elsődleges dolog az MMORPG-be. Hát nem tudom, tehát ha nekem most ezt így fel kell eltenem ezt a kérdést, tehát én elsőként azt mondanám, hogy bocsánat, nincsen gyerekem. Másrészt meg szerintem én azt mondanám, hogy ha esetleg valaki meghallja ezt a jó kis podcastet, akkor régi ismerősei, nem akarok neveket mondani, de magamat sem akarom felfedni, hogy ki is voltam valójában. Nem szívesen mondanám meg, a lényeg az, hogy 72-es sámán voltam, és nagyon vegyes barátaim
fegyes baráti körbe csöppentem bele, voltak rosszak, voltak jók is, volt akinek nagyon sok mindent köszönhettek, de azért úgy megkérdezném tőlük, hogy na most vajon mit gondolnak erről a játékról? Fú, de érdekes lenne. Megköszönik-e azt, hogy igen, az életük része volt, van, vagy még lesz, vagy pedig inkább tartózkodnak tőle. Tehát engem azért ez is érdekelne ez a dolog. Bár ezt nagyon adnám. Szerintem egy régi motoros, aki mondjuk X ideje játszott, és hogy nem tudom, tehát így már nem játszik vele, szerintem ő is nyugodtan megírhatná, hogy ő mit gondol vajon most a Metinről, hogy mit köszönhet neki, mi az, amit inkább nem szívesen javasolna. Ez egy nagyon jó felvetés, én próbáltam videókat nézegetni az elmúlt napokban, hogy vajon találok-e olyan streamert vagy videós, aki mondjuk ezen a magyar szeron játszik, én egy ilyen kutató munkát próbáltam végezni, eléggé sikertelenül, szomorúan mondom, hogy 2 éve volt egy srác, aki nagyon aktívan tolta, csinálta belőle a tartalmat, nagyon sok jó videója volt, amiből még én is merítettem gondolatokat, és azt a komment szekciót néztem, hogy elég pozitívan álltak, és nagyon sokan nosztalgiaként fedezték fel már őt 2 éve is, hogy nagyon jó, hogy van valaki, aki még emlékszik erre a játékra, és a legtöbben azt írták, ez a komment úgy megragadt, valaki írta, hogy igazából a Metint ő úgy élte meg, hogy a Metint le lehet törölni a gépről, a Metint azt a szervereket le lehet állítani, de a Metinbe szerzett emlékeket azt nem lehet kitörölni igazából, és hogy egy olyan dolgot adott neki a Metin, amit más játék nem biztos, hogy meg tudott volna adni, és ilyen tök pozitív, hosszú, ilyen másfél oldalas kommentet írt, csak így ezen gondolkoztam, hogy szerintem nagyon sokan gondolhatjuk azt, tehát főleg a mi korosztályunk, akik most ilyen 20-30 évesek, hogy szerintem, hogyha egy osztálytalálkozóra elmennénk, a felének nem lenne kérdés, hogy mi az, hogy Metin. Tehát, hogy nekem ez volt a furcsa, amit így ki akartam hozni az egészből, hogy talán a... még most sincs úgy elfeledve, mint amennyire azt gondoltam volna, amikor én tavaly GameMess-be egyszer bedobtam, aztán utána nem is foglalkoztam vele. Mert hogy emlékszek, hogy téged például, Loret, meglepett az, hogy még egyáltalán életben van a játék, ha jól emlékszem. Hát igen, tehát amikor elkezdtél live-olni erről a játékról, akkor bennem is úgy, tehát amikor megláttam már az indexképet, és így előtörtek bennem az emlékek, de az a nagyon sok emlék, amit szereztem, mert ugye nem csak a sima Metinán játszottam, hanem a Metin 2 mesteren is, akkor voltam például Game Master ilyen kisebb szervereken, ez most tényleg igaz, voltam Game Master kisebb szervereken. Igen, tehát akkor nem volt nehéz ilyen kisebb szerverek a Game Masternek jelentkezni, és azt nagyon élveztem amúgy. Tehát örültem neki, mert legalább ebbe is belecsöppentem, hogy na vajon, hogy működik egy Game Master itt a játékba. És hát elég érdekes, meg nem az, hogy szórakoztató, inkább, hanem oda kell figyelni, hogy most akkor... tehát, hogy most mindenki normálisan játszik-e, nincsen-e például hacker, vagy ilyesmi. Mert akkor azért elég könnyű volt egy játékot így behackelni, tehát olyan programokat betenni, hogy automatikusan felszedi a Youngot, meg mit tudom én, oda megy. Önmagában nem lenne rossz, tehát mintha nyomogatom a nullát. Az nem rossz, igazából nem is szoktuk annyira büntetni, csak mindig így oda szóltuk, hogy létszik kapcsolat már ki, mert külső programnak minőső szabályzatba ütközöm, tehát erre még úgy emlékszem, de amikor olyannal találkoztunk, hogy most csak én így fogom magam, oda mennék hozzád, nem ütölök, nem csinálok semmit, csak oda sétálok, hiszen csak azt veszed észre, hogy fogyik az életed, meghalsz. Na az például eléggé para, és ugye szintén külső programnak minősül. De igen, tehát volt ilyen. De amúgy így visszatérve a sima Metinre, tehát én azért sok mindent köszönök ennek a játéknak, és nagyon örülök, hogy még létezik ez a játék, és hogy újra átélhetem azt, hogy mi zajlik itt a játékon belül. Csak azt sajnálom, hogy már azért sima Metinbe is túl sok minden újat raktak bele, ami már nagyon kezd elkülönülni kezdődő Metintől. És akkor lassan majd rátérhetünk az újításokra, és hogy eddig dicsértük a Metin, de hogy egy kicsit legyünk szakmaibbak is, abba Krisztián segítségét fogjuk kérni. Hogy egyből, ha megnyomjuk a J betűt, akkor sokaknak feltűnhet, hogy ilyen furcsa karaktereket látunk, ugye bosszokat, akiket le kell győzni, meg különböző
különböző lényeket. Mikor megnyitottam, őszinte leszek veletek, fingom se volt, hogy ez most micsoda, csak látom, hogy öld meg ezt, öld meg azt, és akkor így, hát matricát kapsz érte, ez tök jó, meg izé, de hogy igazából ezt se értettük, hogy mire való, illetve volt még valami, de hogyha most a matricákra egy kicsit mondasz pár gondolatot, ezt megköszönöm. Hát ez a szörnykártyás dolog, ez egy... Hát, már annyira nem új, mert kb. 2017-es 6-os, ez is. Szóval, ezen kiválasztasz, vagyis random kiválasztok egy pár szintet, ez közel álló boss, és azokat, ha megölöd, kapsz egy ilyen kis gyűjteményt, vagy mit, és igazából ezeket lehet gyűjteni, szóval majd meg tudod nézni, hogy mennyi boss öltél meg ilyenek. És hogyha megnyomom az U, az várjál, O betűt, most random csak nyomogattam a billentyűket, az O betűnél megjelenik egy érdekes dolog, amit én nem ismerek, nem tudom, hogy Lorett, neked ez mond-e valamit, ha megnyomod az O betűt. Nem, ez nekem teljesen úgy, azt sem tudom, hogy ez mi akar lenni. Én így reflexből rávágnám, hogy hát ez nekem kínai, de hogy igazából nem tudom, hogy hát nyilván annyit látunk, hogy sárkánykő alkímia, na most abból, hogy régen növényeket csináltunk, vagy ilyen elixíreket, ugye gangógyökér meg ilyenekből, amiket tudtál potiként használni, és néha jobban megérte az, hogy megcsináltad, mint ha megvetted volna. Na azon kívül még talán az ércekből csináltunk dolgokat, de hogy ez így nem annyira rémlik, hogy ezt felvilágosítanál minket, Krisztián, hogy ez a sárkánykő alkímia mégis mivel foglalkozik, mikortól érdemes erre figyelni, vagy egyáltalán miről van szó? Hát ez egy... annyira nem bonyolult, de ez egy olyan dolog, hogy 40-es szintől van egy NPC, az a neve alkimista, logikusan, és 40-es szintől ad majd egy küldetést, ahol azt mondja, hogy szereznek ilyen sárkánykő szilánkokat. És azokat random mobok dobják. És ha összegyűjtesz majd 10 darab ilyen sárkánykő alkimiát, az be tudod váltani egy random ilyen alkímiára. Itt többfajta van gyémánt, rubint, jade, zafír, onyx és granit. Ezek olyan dolgok, hogy minden nap össze lehet szedni 10 ilyen sárkánykő töredéket, és ebből lehet csinálni egy ilyen darab alkímiát. És hogy kettő ilyen nyers alkímiából, szóval ezeknek van ilyen osztályozásuk, szóval van a nyers, a metszet, a ritka, az antik, a legendás és a mitikus. Szóval ezeket majd kettő nyersből lehet csinálni mondjuk egy metszetet, kettő metszetből egy ritkát és így tovább. Aha. Ezek arra jó, hogy mindegyik színű alkímia másfajta bónuszokat ad. Szóval ez nagyobb szinten lényegesebb majd. De így olyanokat adnak, hogy erő, meg TP, meg ilyen intelligencia, szóval ilyen fontosabb bónuszokat. Hú, hát hogyha elérjük a 40-est, akkor majd erre, amikor elkezdjük, kitérünk. Azért ez egy érdekes újítás, tehát hogy több bónuszt tudsz szerezni, és jobban tudod boostolni a karaktered magyarul, ha jól értettem a lényegét, nagyon lebutítva. Igen, ilyen hát alkímiákat tudsz szerezni, amik bónuszokat adnak, röviden. Mi újság van a céhek közti küzdelmekkel? Mennyire vannak céhek jelenleg? Mert én terveztem, hogy ugyanúgy építenék egyet, létrehoznék, mint régen, de hogy használják-e egyáltalán? Vannak-e még ilyen háborúk? Már emlékszem, hogy tudtál menni háborúzni más céhekkel. C-háborúk nagyon ritkán vannak. Tudomásom szerint, amúgy, hogyha lenne C-háború, írná chatten, de én kb. 2016 óta a 3 C-háborús ilyen feliratot találtam, szóval így már nem nagyon foglalkoznak az ilyen C-háborúkkal. Max az ilyen telkák. Azokra vannak ilyen... Szóval így tele van minden map egy, és ezért vannak ilyen... Hát... ilyen aukciók. Ez pontosan nem tudom mennyi időközönként van, de ez egy ilyen aukció, szóval amelyik C-vezér legtöbbet fizet, az megkapja azt a telket. De érdekes. Ez már így működik? Igen. Hú, az kemény. A telket.
Hát ez nagyon kemény. Hát mert akkor... régen ott volt egy szabad telekkezelő, megvásároltad is, mert a tied volt. Hát pontosan, még válogathattam is, hogy hova akarom. Igen, és a legjobb helyek mindig el voltak foglalva. Igen, én emlékszem, hogy valami nagyon nyomorult helyen voltam, ahol az elátkozott állatok vannak. Vagy én valami van. Olyasmi. Ilyen nagyon szutyok helyen voltam, nem annyira díjazta a csapat, hogy ennél jobb helyet nem találtam, mondom, ez volt olcsó. Meg igen, úgy emlékszem, hogy nem map 2, hanem a külön map volt az elátkozott állatokról, és hogy ott is lehetett venni. Igen, telket. igen, azt vettem hát, meg. Az, mi jó, hogy arom az. Igen. Hát, az most is telkek vannak. Az régen sem volt kelendő. Hát, nem csoda. Igen. Imhán vannak ilyen ércesek, szóval akik össze tudják neked rakni az érceket. Szóval általában ott vannak az ilyen érc összerakók, most pontosan nem tudom mi a nevű. Hát akkor még meglátjuk. Mennyire vagy otthon a horgászatban? Mert az is egy ilyen érdekes dolog volt nekem mindig a metinben, hogy oké, fogtam a hajfestékeket, az rém lett is, meg néhány halat, ami értékes volt, meg megsütve volt értékesebb, vagy nem megsütve, de hogy majd mennyire van értelme, meg a kagylók. Ú, a kagylóké, vért izzadtunk öcsémmel, hogy kapjunk kagylót, abból gyöngyöt. Hogy... Hát... Mit tudsz ezekről, hogy most mennyire van még értelme úgymond horgásznak felcsapni, hogyha mondjuk szabad időtbe fel akarsz menni és valamit csinálni? Jelenleg a horgászat át van alakítva, szóval ilyen kis minigame-szerűség. Ó. Ezt már mondtam Laurának, hogy picit átalakítottak, szóval most már nem így kell várni, hogy mikor mozog, meg ilyenek, hanem most már ilyen minigame-szerűség. Igazából van egy ilyen kis kör, és úszkál a hal, és akkor kell rákattintani a halra, mikor benne van a körbe. Szóval ilyen érdekes dolog. Érdekes hát, lesz, 30-ason megnézem majd. Horgászni annyira nem éri meg, de viszont vannak ilyen, vagyis egy event van, ami a hal kirakós event. Az olyan event, hogy ha kifogsz 10 halat, kapsz azt hiszem 10 ilyen kirakós darabot, és ez ilyen, olyan, mint a Tetris, szóval így, hogyha kirakod az egész ilyen kis mezőt, akkor kapsz egy ilyen ládát, majd ami nagyon-nagyon értékes, szóval egész jó cuccok vannak benne. Szóval horgászni, így maguktól az emberek nem annyira menne, max, hogyha ilyen halkirakó sebek. Uh-huh. Vagy ha hajfestéket akar az illető, mert mondjuk nem tud séből venni egy hajat, és akkor mondjuk inkább befesti az alapot. Igen. Mert ugye gondolom még azt is lehet csinálni. Remélem, mert én is azért horgáztam a hajfestékekért. Közben ja. Nézzünk egy kis metint, aztán utána még visszajövünk, hogyha nincs. Nekem még lenne egy kérdésem. Ugye annak idején voltak esküvők. Ugye szerintem régebben még úgy működött, hogy ugye a metin az részben ilyen társkereső megismerkedő is. Jó, igen. Most mit tudom én, ha nagyon jó barátok voltak, egy fiú meg egy lány, akkor ugye, akkor elhatározták, hogy hát akkor házasodjunk össze, plusz XP, stb. És akkor ugye nagyon sok volt a házasság. És én emlékszem, hogy ugye annak idején az érzelemmaszkot is ugye séből lehetett megvenni, de annyira ritka volt, hogy szinte senki nem akarta venni. És emlékszem, hogy mindig nézegettük a barátaimmal, hogy na mikor van lakzi, mert amikor bementél a lakodalom helyszínére, akkor minden érzelem szabad volt, az érzelemmaszk nélkül. Most ugye ez nem tudom mennyit változott, de régen ez nagyon nagy szám volt, nem tudom, hogy ez most így a mostani időben ez hogy van, mint van. Hát esküvő még, hát mindig lehet még esküvőt csinálni. Hát nem valami nagy dolog most már. Max annyi, hogy megkapod a gyűrűt, és így egymáshoz tudtok teleportálni. De egy ember, egy másik emberrel így inkább úgy szoktak... Most ezt nem tudom, hogy mondjam el. Hogy így két ember nem szokott összeházasodni csak úgy maguktól, hanem... Közelességből, muszáj! Buffos karakteri... Most hirtelen, tehát arra gondoltam, hogy annak idején nálunk az volt a normális, hogy mit tudom én, összeismerkedett egy fiú és egy lány,
együtt játszottak, barátkoztak, stb. Elhatározták, hogy jó, hát akkor házasodjanak össze, mert miért nem? Uh-huh. Nem az van, hogy akkor a fő karakter a kis karakterével házasítja össze, mert én is láttam ilyet, de én nem szó szerint erre gondoltam. Tehát arra szeretnél rákérdezni, hogy van-e még olyan, hogy itt összebarátkozik valaki, és ők összeházasodnak? Így van. Hát, biztos, hogy van amúgy, de manapság inkább arra használják, hogy egyik karaktert a másikkal, és így teleportálgatnak egymáshoz, szóval. Tehát az a, az a plusz érzelmi dolog, ami régen volt benne, akkor az egy kicsit kimaradt, bár ezen én is gondolkoztam, hogy ugye nyilván mondjuk én már ugye felnőtt vagyok, meg hát vagyunk így még páran, hogy például én valamelyik mongúftámmal valószínűleg csak azért össze fogok házasodni, aki a legaktívabb vagy valami, vagy legtöbbször segít, hogy tudjunk egymáshoz teleportálni, és ne kelljen mindig ide-oda menni, meg volt azért még ott más bónusz is, tehát én emlékszek, hogy, hogy a jegygyűrű után kaptál még XP bónusz vagy valami, és akkor így pont ezen gondolkoztam, hogy meg lehetne csinálni nyilván, hogy kis karakterünkkel összeházasodunk, vagy azzal a buffossal, aki jön utánunk, de hogy igazából szerintem ez most már egy kicsit ilyen másodlagos dolog lehet, hogyha persze, hogyha valakit megismersz és sokat játszol vele, akkor, akkor miért ne? Vagy hogyha mondjuk két mongufta annyira összehaverkodik, hogy, hogy összeszeretnének házasodni, vagy mindig együtt játszanak, akkor miért ne? De hogy gyakorlatilag én értettem a kérdés lényegét, csak én se tudom rá, hogy mi lenne a jó válasz, majd igazából ez, hogy ki miért házasodik a játékba, ezt gyakorlatilag csak ők tudhatják, hogy, hogy úgymond muszájból, mert hogy annyira szükség van a teleportra, vagy azért, mert tényleg annyira jó barátok. Hát én annak idején, amikor az én barátaimat úgy megismertem, és akkor volt egy-kettő olyan, hogy jó, hát akkor házasodjunk össze, mert ne. Akkor én nem azért, mert most kellett az a plusz XP bónusz, tehát én annak idején akkor nem is tudtam, hogy lehet kapni egy XP bónusz, azt tudtam, hogy lehet egymáshoz teleportálni, ami tök jó volt. És tehát én igazából csak azért, mert tehát mert hogy haver, és uh-huh. hogy és hogy tök jó, hogy igazából eljutottunk egy ilyen pontra, egy baráti körbe. Most ez egy nagyon hülyén hangzott, de tényleg így ez volt akkor a, szerintem a normális. Ezt én megértem, mert nekem is tényleg, aki, akivel Metélen belül összeházasodtam, az annyira jó baráti viszonyban voltunk, hogy, hogy egyértelmű volt, hogy mondjuk ő nem a, nem a Sanyival, most random neveket mondok, fog összeházasodni Metinbe, tök mindegy, hogy mondjuk azzal a karakterrel jobban játszik, hanem annyira szeretett velem játszani, hogy akkor nyilván úgy házasodtunk össze, hogy hogy velem, meg ugyanígy voltak a többiek is, hogy nagyjából szétosztva azért fiú, lány jutott vegyesen, most ugye nálunk Krisztián van fiú, és a többiek mind lány karakterek egyelőre, akikkel így csapatba játszunk. Ennyit tudok per pillanat. Meg az első lába volt, nem is volt, de... Igen, de ő mondta, hogy őt annyira nem köti le, mert van másik MMORPG, ami jobban leköti. Ez is egy vélemény, és teljesen el is fogadom, hogy ez inkább tényleg azoknak lehet nagyon nagy élmény, vagy ilyen visszatérés feeling, aki régen játszotta. Én ezt tartom, mert magamnál is megvan az a löket, ami miatt elkezdtem most játszani, mert régen annyira lekötött, annyi érzelem fűződik hozzá, hogy kifejeztük az elején is, hogy, hogy nekem sokkal könnyebb visszatérni, mint hogyha leültetném Janát, hogy, hogy szia szerelmem, gyere, itt a karaktered, játsz. Na igen. Hát házasság, most nem hiszem, hogy amúgy ez már szintén így működik, mint 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt. Menjünk ki erről, és akkor tudunk így menni. Itt egy Metin. Ja! Azért indultam ide föl. Na, ilyen 30-as volt lent. Ezt mondtam, na. Meg régen ilyen nem volt, városban nem volt Metin. Ki kellett menni, és sokkal kevesebb Metin volt. És ha már itt vagyok a lovászínosnál, szintén felhoznám, az egyik legnagyobb kedvenc öltet. Nálam a metinezés, az, az javarész abból lehet, hogy úristen, van benne ló, akkor feltétlen meg kell szereznünk. És amikor megtudtam, hogy ezt a lovat lehet fejleszteni, tehát kap ilyen páncél, kevés páncért, sok páncért, na én akkor teljesen beleszerelmesedtem a játékba, és mindig azon voltam, hogy szerezzük meg, akkor minél hamarabb. Szóval nálam teljesen az volt a fő cél, hogy legyen egy saját lovam, azt felfejlesztem csatalóra, aztán azt felfejlesztem katonai lóra. És arról is van videóm, hogy 37-es szinten megkaptam a csatalovat, aminek borzasztóan örültem, és le is lett videózva, hogy, hogy, hogy ilyen emléknek megmaradjon. De azt nem gondoltam volna, hogy ilyen 10 év után is meg fog maradni, mint emlék, és tök jó most így visszanézni rá, hogy basszus, én ennek nagyon örültem. És
főleg a katonai rónak. Tehát én akkor szanaszét használtam a képességét, mert nekem azok tetszettek a legjobban. Igaz, hogy semmire nem mentünk vele egy fejlődésbe, de jó, én nagyon, jó volt az. Nagyon szerettem. Jó volt az, én is emlékszem, hogy a még külön fejlesztem, de ugye úgy van, jól emlékszem, hogy fejleszteni lehet az összes ló képességét még külön utána, vagy rosszul emlékszem, de nekem mintha azért lenne, hogy utána még egy csomó mindent. Hát három képessége van a lónak, lódübörgés, erőhullám és a... Hú, volt egy harmadik. A lódübörgésre emlékeztem, mert azt fejlesztettem. A lódübörgés az ugye az, amikor ugye letámadsz egy szörnyet és az elkábul. Az erőhullám az ugye minden karakternél más-más. Tehát én nekem az erőhullámom az, amikor lóról csinálok egy sárkányordítás, és ilyen sárkányok jönnek fel a földből. Uh-huh. A harmadik pedig az, hogy ülsz a lovon, ő megy előre és közben te így ülsz, szóval így át tudsz menni mobokon. Igen, csak annak is van neve és nem tudom a nevét most így hirtelen, de azt például nagyon sokszor használtam azért, hogyha nagyon sok mob volt előttem, akkor hogyha fogtam azt a skillt, ezt benyomtam és így átvágtam minden szörnyön, anélkül, hogy ők meg ártottak volna nekem. Az nagyon hasznos, mert a legtöbb dolog, ami engem így mióta újra elkezdtem, kicsit néha feldühített, hogy mondjuk rohanok egyik helyről a másikra, kijelölöm, és akkor mondjuk fogja magát ez a fekete viharíjász, elém fut, és beleakad a karakterem, és nem megy tovább. Tehát, hogy ez egy hasznos dolog, hogy át tudsz vágni a mobok közt, és nem megakadsz. Igen, igen. És ugye annak idején is ezek a lovak megszerzése is eléggé, tehát kockázatosak voltak, ugyanis a lómedálod bánta, hogyha például nem sikerült egy küldetésed. Most gondolok arra, hogy ugye elsőnek ugye megkapod a lovat, ugye 30 perc alatt 20 ilyet kellett megölnöd vadíjászt. Na most annak idején ez a 20 darab ilyász, ez szintén nehéz volt leütni, főleg, hogy egyedül volt, tehát oda kellett a csapatos segítség. De most ugye, ahogy ugye néztük együtt, egyedül teljesen meg lehet csinálni, ami viszont tök jó. Viszont nem hiszem, hogy már egy csatolónál, ami 100 darab íjászt akar 30 perc alatt, azt egyedül meg tudnád csinálni. De emlékszem, hogy annak idején, mikor nekem csináltuk meg a csatolóvat, akkor voltunk 6-an-7-en. Emlékszem, hogy akkor voltam egy cégbe, és nagyon barátságosak voltak ott a tagok, hogy segítettek nekem megcsinálni, és borzasztó hálás voltam, hogy bekerültem egy ilyen közösségbe, akik igenis segítettek nekem. Hát kíváncsi leszek, hogy ez a mostani helyzet, ez hogy lesz. Bár remélem, hogy itt is meg lesz ugyanaz a közösség, akik segítenek egymásnak. Én bízom benne egy picit. Igen, a sima lónál én is nehezebbre számoltam. Azért régen, azt szerintem bevallhatjuk, hogy ennyi 35-ös metén, vagy 30-as metén, amiből jönnek, a 35-ösből jönnek a vadíjászok, nem volt ott a közelbe. Tehát, hogy majd látni fogtok egy videót, vagy már láttátok, ezt nem tudom, hogy mikor kerül ki, de hogy felvettem videóra, hogy megcsináltuk a lovamat, és hogy gyakorlatilag azért a metinnek köszönhettük, hogy a háromnegyede meglett, a két metinnek. Anélkül azért ritkában adja az íjászokat. Régen nagyon az rém lett, hogy nem volt ilyen egyszerű, hogy találjunk olyan metint, amiből jön íjász. Hát igen. Na aztán még a sivatagi, meg a többi részek, bocsáss meg, kíváncsi ezek, hogy azokon mennyi a változás, mert például átmentünk ugye orkozni az előző live-ba, és annyian nem voltak, de mondjuk régen is mindig a feka orkoknál voltak a legtöbben. Mondhatod? Hát igen. Hát igazából még a katonai lóra akartam visszatérni, hogy ugye ott 500 darab ilyen démon íjász kell, amit ugye démon toronyba tudsz elintézni, és ugye a démon toronyról tudnélik, hogy szinteket kell lépni, viszont tehát erősen mellőzni kell akkor a démon torony köröket, mert ha a második szintre felmész, ott már nem azok az íjászok vannak. Úgyhogy mindig a nulladik szinten kell maradnod, hogy ugye számolj azt az 500-at. Tehát erre is úgy emlékszem, hogy hú, erre nagyon oda kellett figyelni, meg úgy imádkoztunk, hogy csak ne most legyen DT-rán, mert akkor biztosan, hogy ebből veszekedés lesz, hogy már ők pedig fel akarnak menni, már pedig mi nem akarunk felmenni, és mindig kibelépkedtünk, de közben ketyegett az idő. Hú, emlékszem, hogy nem nálam volt ez szerencsére, de volt ilyen, amikor valakinek akartunk ugyanúgy segíteni, és pont így belebotlattunk ebbe, és így hú, de mekkora vita volt abból. Én nekem ez annyira már nem rémlik, az még rémlik, hogy megcsináltuk, de ezt nem tudtam, hogy már a második szinten átvált.
Igen, tehát ugye úgy van a démon torony, hogy ugye le kell ölnöd a bent lévő szörnyeket, és adni fog egy 50-es metint, amit le kell ütnöd. Ha leütötted az 50-es metint, az indítja el az egész kört, és földobba az első szintre, és így tovább, és így tovább. Már amúgy igazából én sem emlékszem pontosan, hogy vannak ezek a démon toronykörök, de van olyan, hogy ugye egy pályán, tehát egy szinten le kell ölni a szörnyeket, akkor azt hiszem van olyan, hogy szintén le kell ölni szörnyeket, amik vannak a toronyba, és akkor ugye dob ilyen kulcsot, azt rá kell húzni a nem is tudom, milyen oszlopokra, és akkor úgy megyünk tovább. És hogyha elérted az 5. vagy 6. szintet, ugye ott van egy kovács, ami nagyobb eséllyel javítja a tárgyakat. Elnézem, mindig azért mentünk a démon toronyba, hogy ezt a kovácsot így elérjük, és hogy hát ha most nem fogja betörni, és hú. Ott nekem például betört egy antikharangot, nem is antikharang, őszi szélharangot, vagy mi az legyezőt. Ugye ez egy 30-as szintű sámán fegyver. És azt hiszem plusz 7-esen betörtenek el, és akkor ilyen világ dölt össze benne, hogy kész, nincs te a fegyverem. De igen, akkor az ott az én nagy fegyverem, az én őszi szél legyező 7-esem. Jó is az. Én arra emlékszem, hogy az FMS-emet sírattam az egyiket, amikor azt hiszem, hogy plusz 8-nál betörte, mert nem is tudom mi volt, ám fogadtunk csak valakivel, hogy húzzuk fel áldástekercs nélkül, hát meg is lett az eredménye. Hát, áldástekercs nélkül szerintem nagyon húzzál ilyen értékes tárgyat, hogy azért benyelje. Igen, nem volt egy tartalék plusz 6-os, de hát az akkor se ugyanaz. És akkor még amiről egyáltalán nem beszéltünk, hogyha valaki mondjuk kezdőként most kezdi el, akkor mi az, amire fel kell hívni a figyelmét? Például én arra emlékszek, hogy nekem az nem volt világos, hogy nem minden küldetést pipál ki és jelez fönt, hanem meg kell nyitni az N betűvel a küldetéslistát, és van, amelyikre te neked kell rámenni, hogy mondjuk megkapja egy 12 napig vagy 14 napig használható fegyvert. Ezekről mondasz pár dolgot, Krisztián? Jé, nem csak pénzt adott végre. Hát, ez igazából... Ez is már pár éve bent van. Ezzel igazából csak meg akarták könnyíteni a kezdőknek a játékát. Kapnak minden 10. szintenként egy ilyen 2-hetes fegyvert. És szerinted ez jó vagy rossz? Mert én abból indultam ki, hogy én most elég félve látom, hogy le fog járni 10 nap múlva, és ott tartok, hogy minden fegyómat betörte a kovács, és rájöttem, hogy valamit muszáj eltennem tartalékba, mert ha eltűnik a fegyverem, akkor nézek, mint hal a szatyorba. Igen, ez rossz benne, hogy amúgy nem figyelsz, hogy nincs más fegyvered, szóval ha lejár, akkor így nem tudsz mit csinálni. Maximum veszel a fegyverkereskedőnél egy plusz nullás ezüst kardot körülbelül jelenleg a szintemen. Hú, amúgy olyan nagyon érdekelnének, hogy vajon a régi arcok azok vajon jelen vannak-e, vagy azok is elvesztek-e, mert mondjuk a ranglistán meg lehet nézni, hogy vajon élnek-e még azok a nevek, mert némelyik névre emlékszem. De amúgy van ez a ranglista is, ugye utána lehet nézni, de ugye az én karakterem az már odaveszett, tehát az a server összevonásnál elveszett sajnos, úgyhogy csirattam is egy kicsit, de valami őszintén, mert azért mégiscsak éveket öltem bele, és hát sajnálom, hogy ezt amúgy nem veszik figyelembe, hogy valaki tényleg költött rá, meg játszott vele nagyon sokat, és hogy erre nem voltak így képesek, hogy legalább egy ilyen... Hát ezt nem tudom, hogy emlékeztető e-mailt küldhettek-e nekünk, mert igazából annyira régi e-mail címre volt, hogy meg se kaptam volna. De nem is azt, tehát most miért kellett kitörölni? Tehát én ezt nem értem, hogy jó, oké, szerver összevonás, de miért kellett kitörölni? Amúgy vagy eleve... valami... Még a szerverekkel kapcsolatban. Hogy voltak régen ez a pár régi szerver, például Pegasus, meg ezek. Igen. Azokat összevonták, pontosan nem tudom mikor, és abból lett a Continuum. Aztán az volt az a szerver, ahol minden régi karakter ott volt, meg mindenki a régi szerverekről. Igen. És a Continuum mellé csináltak külön másik kettő magyar szerver, és ezt amúgy azért csinálták, hogy több legyen a bevételjük, szóval még plusz
kettő szerver amellé. Aztán azt a három szervert összevonták, és lett belőle a Magyarország. Ez kb. Egy éve volt. Jó ég. Tehát akkor nem az van, hogy kitörölték maguk, hanem az összevonás miatt úgymond elvesztek ezek a karakterek, tehát nem ők tehetnek róla. Lényegében akkor igen. Hát ha ennyi összevonás történt, akkor nem csodálom, hogy amúgy elvesztek ezek a karakterek. Csak amúgy nem értem, hogy miért nem csináltak egy ilyen biztonsági mentést róla, hogy mit tudom én. Tehát azért mégiscsak egy nagy szerverről beszélünk, tehát simán szerintem elférhetett volna egy ilyen régi karakterek megmentése opció, ami mondjuk ott csücsül és porosodik, aztán majd csak egyszer jelentkezik érte a gazdája. Lehet, hogy ennek már nem láttak nagy esélyt, hogyha valaki 10 évig nem lép fel, akkor utána felébred, mi vagyunk a jó példára. Hát ez jó, mondjuk igen, tehát mi vagyunk a jó példákra, hogy pont így most 2021-ben kezdtük el keresgélni ezeket a karaktereket. Hát jó, mindegy, megsirattuk őket, de itt vagyunk újra, úgyhogy... Igen, esetleg, hogyha ismertek olyanokat, akik régen játszottak, és mondjuk tudod, hogy mondjuk XY-t úgy hívták, hogy mit tudom én, Kis Gizella, akkor esetleg neki elküldhetitek a podcastet, hogy emlékszik-e még a játékra, be tud-e lépni, be szeretne újra esetleg csatlakozni, vagy ilyesmi. Hát, kíváncsi ezt rá. Bár mondom, tehát én arra lennék kíváncsi, hogy de nekem vannak-e a fejemben ilyen ismerős nevek, majd podcast után belenézek ebbe a ranglistába, megnézem, hogy egyáltalán élnek-e még. Hát nyilván, hogyha nem talál ilyet, akkor valószínűleg ő se játszott már, és akkor ki lett törölve, vagy elvesztett. Amint ott van, akkor nyilván az esik, hogy basszus, ez mindig létezik, meg bocsánat. Én már a nevét se tudom. Az a baj, én arra emlékszem, hogy például, akit mondtam család, abban az anyuka Narcisz, vagy Narcissa, Narcissa 22, nem tudom, de hogy valami Narcisz, már az volt a kedvenc virága, és hogy ő volt a sámán karakter, de hogy pontosan az a baj, hogy nem emlékszek a nevekre fixen. Pár képet találtam, azt majd lehet, hogy a podcast végére bevágom a régiekről, meg hogyha nektek van pár kép, ti is küldhettek majd nekem, és berakjuk a végére, vagy videó, vagy ilyesmi. Ott például onnan jutott eszembe, hogy az én céhem az a Magic Kiss volt, és én erre egyáltalán nem emlékeztem, hogy ez volt a neve. Voltak kisebb karaktereim, azokat is így néztem, hogy volt olyan nevű karakterem, hogy Hugo, tehát így kicsit nekem kiestek a dolgok. Hát figyelj, ugye nekem vannak ugye régi képek, de én ahogy mondtam, én nem szeretném a nevemet felfedni, úgyhogy persze, maximum okay. Annyiba járulhatsz, tehát járulok hozzá, hogy akkor légy szíves majd ugye a nevemet. Azt kitakarjuk, persze, egyértelmű. Kitakarnád, akkor azt megköszönnél. Úgy lesz. Úgy lesz. Közben mindjárt fejlődünk, amíg itt átbeszéljük a dolgokat. Még van itt összeírva jó pár dolog, hogy hogyan érdemes elkezdeni a fejlődést, hogy gyorsan haladj, ha mondjuk magad vagy. Itt írtad a map 1, map 2, ork, sivatag, fekete ork, pókok, hogy ezt így vázlatosan felvázolod, hogy mondjuk aki a podcastet hallgatja, az tudja, hogy ha mondjuk ő eljutott mondjuk X szintig, akkor hogyan tovább. Hát a szintelés attól is függ, hogy milyen cuccod van és hogy milyen kaszt vagy, de úgy van kb. Hogy ilyen map egyen ilyen... Hát ilyen 10... Szerintem 10... Hát 10-15-ös szinten át lehet menni map 2 elejére. És ott lehet fejlődni egy ilyen 20-asig. Aztán map 2 így közepe, meg így egész map 2. Az így 20-tól hát ilyen max 30-ig. Utána nem érdemes, mert vagy elmész sivatagba, hogyha erősebb vagy, és vannak jó cuccaid, vagy ork eleje, szóval... Akkor nekem egy szint múlva ork eleje lesz, mert nem tartom magam még erősebbnek, de meglátjuk. De én mondjuk sivatagot is bírom, szóval szerintem akkor te is fogod. Hát figyelj, én benne vagyok abban, hogy most akár aki nem csak hallgatja a podcastot, hanem nézi is, nézzünk át a sivatagból, hogy ott az elején mennyire halunk meg együtt hároman, vagy nem. Én benne vagyok, mehetünk végül is. Átnézhetünk én is, és akkor ott leszek 30-as, ha minden jól megy. Mennyi kell még amúgy? 73%-on vagyok jelenleg. De mikor elkezdtük a podcastet, akkor voltam szerintem ilyen nagyon az első gömb negyedénél sem. Akkor egész jól fejlődsz. Igen, még itt map 2-n is, úgyhogy reálisnak érzem a 30-ig, mert még most is jól adja. Hát akkor azt még toljuk be szerintem. Persze. Ja, hogy még map 2-n?
Ha már olyan kevés kell hozzá, vagy nem tudom mennyire... Toljuk le, és akkor utána még átnézünk a sivatagba maximum. Aha. Csak akkor olyan helyen kéne megállnunk, ahol sok mob van. Hát az ott a Wang templom elejénél lesz. Sőt, szerintem... De igen, ott lesz való, középfáj. Bár emlékszel nekem is, hogy annak idején volt, hogy amikor megmutatja a csatalovam, na akkor tudtam menni orkokot ölni. Mert ugye a lovon sokkal erősebb a karakter. És emlékszem, hogy mindig falhoz kellett szorítanom a mobokat is. Amelyik nem volt ott, azok mindig nagy eséllyen megöltek engem. Igen, igen. Ez megvan nekem is ez a feeling, hogy mindig kötelezően a falhoz. Hát igen. És azért is áldottam azt, hogy ugye meglett a katonai lovam, tudtam használni a harcróháton. Na megvan a harmadik skillnek a neve. Harcróháton. Így hívták a... Tehát ugye van a lódibörgés, erőhullám, harcróháton. Na, és amikor harcróhátont használtam, akkor mindig sikerült beszorítanom a karaktereket, tehát a szörnyeket. Úgyhogy, ja... Tehát én nem véletlenül szerettem a lovat itt a játékban. Mondjuk most elnézem, tehát mégis azért a játék visel egy ilyen 2006-os grafikát. Teljes mértékben. A ló azt semmit sem változott. A karakterek kinézete semmit sem változott. A szörnyek, az alapszörnyek kinézete szintén semmit sem változott. Ugyanezek a papírformák vannak benne. És tényleg, amúgy erről is olvastam, hogy elvileg fel lehetne újítani a grafikát olyan szempontból, hogy csak a fákat, hegyeket, meg ilyeneket kicserélni, és hogy mennyivel látványosabb lenne, de nem érzem, hogy biztos, hogy ki kellene azt cserélni. Tehát, hogy végül is így van meg az a feeling, ami van. Hát igen, mondjuk a D&I szerven, ugye a Metin2 mesteren, ugye ezt teljesen kicserélték, tehát igen. Teljesen felújították a sámánt például is, amikor én beléptem, meg volt a régi karakterem, beléptem, és így elkezdtem vele körbenézelődni, akkor így elszörnyűködtem, hogy úristen, mi történt ezzel a játékot, teljesen kicserélték. Ehhez tehát annyit mondanál, hogy most van egy privát szerver, igazából ilyen 10 éves, szóval elég régi. Az is először egy ilyen mesterszerűség volt. Az a neve amúgy, hogy MV2 online, szóval Nexver 2. És az konkrétan most semmennyire nem hasonlít a sima metéhez. Szóval minden új grafikát kapott, a mobok, a karakterek, minden cuccoli, semmi köze szint az eredeti metéhez. Azon kívül a neve az. Hát, ja. Meg így a lényeg ugyanaz, csak így tökre nem hasonlít rá. Hát szerintem ez a Metin2 Mester Next-re is lehet mondani, mert szerintem már így fut ez a játék, hogy Metin2 Mester Next, mert valami teljesen új generációja a Metinnek. Most de arról régen beszéltem. Ja, akkor ugyanarról beszélünk? Igen. jó, mert ugye nekem ott van egy 170 valahányos sámán karakterem, és pont azt így valamelyik nap felléptem rá, az még szerencsére megvan, és így néztem, hogy fene vigye, hát ez teljesen nem Metin. Már itt látszik rajta, hogy Metin, de mégse az. Akkor nem a sima mesterről beszéltél? Nem, ez a Metin2 Mester Next. Igen. Én így ismerem. Már itt így is van, tehát így is él a játék. Nekem ez kimaradt már. Hát, nagyon sok ilyen kicsi szerver van. Tehát igazából már nem olyan nehéz saját szervert csinálni, csak az a baj, hogy fenntartani nagyon nehéz, mert ugye nyilván nincs bevételed a serkenyérmékből, akkor tehát önerődből felesleges fenntartani egy szervert, hát azért, hogy mások jól szórakozzanak rajta. Amik még itt nekem újdonságok, a boltolás, a petek, meg a pántok. Én ezt így elolvastam, és azon gondolkoztam, mi az a pánt? Mármint nyilván, hogy valamit magadra köszönöm, valamit, de mi cél szolgál, vagy miért pántok? Mi a különbség? Lehet már láttad amúgy a mappedjen, hogy ilyen játékosok, akinek így a nyakában van egy ilyen kis tud, szóval... Ilyen sárga? Hát igazából több fajta pánt van. Ezek is ugyanúgy bónuszokat adnak. Most bővebben nem térnék ki a pántokra, max annyit, hogy azt hiszem ez is ilyen 40-es szint körül. Minden nap át lehet venni egy ilyen kelmét a kapitánytól, vagy valamelyik NPC-től, és 40 ilyen kelmét, szóval 40 napon keresztül belépsz,
kapsz egy ilyen sima pántot. Ezen kívül pántot lehet venni, és nagyobb szinte majd ládákból nyitni meg eventeken. És ezeknek a pántoknak ilyen százalékuk van, szóval... És ezeket majd lehet így kombinálni, szóval egyre nagyobb százalékra lehet őket húzni. Uh-huh. És ezekben a pántokban például a legnagyobb szintű pánt a 35%-os, vagy a 25%-os, és ebbe be tudsz rakni mondjuk egy FMS-t. Annak az FMS-nek a bónuszainak a 25%-át belerakja abba a fántba. De az FMS-eket nem marad meg. Érdekes. És akkor a petek van végleges pet? Tehát ami megmarad örökre? Olyan nincs. Szomorú. Hát igen. Nekem viszont lenne egy kérdés, ezt kifejezetten hozzászól a Dave, hogy nem tudom neked mennyire rémlik az, hogy annak idején, mikor te elkezdted a játékot, nálad voltak-e botok, amik úgy, csak úgy voltak karakterek, map 1-en, map 2-n, és elmentek mobokat ölni. És már ilyen lovagias rongjuk voltak, de semmi szintjük nem volt. Nekem ez nem rémlik egyáltalán. Jó, akkor ez úgy tűnik csak nálam maradt meg, ez még akkor volt, amikor ilyen, tehát én is így kezdtem a játékot. Tehát, hogy nem volt semmi szint fölött, hogy 1-es, 2-es? Nem, és ilyen nagyon krikszkraksz nevük voltak, mit tudom én, 75, XT, 82, meg ilyenek. Na, és a név az rémlik, hogy volt valami ilyen hülyeséges időszak. De... Igen, és ezek ilyen botok voltak, de azt nem tudom eldönteni, hogy ez olyan metén rakta be, vagy csak ilyen, mit tudom én, ilyen betámadt valami, tehát ilyen... Júj, emlékszem, és mindenki azt hitte, hogy hackerek, vagy nem tudom. Legalábbis nekem azt írták a legtöbben, hogy biztos hackerek, és csak próbálják nézni, meg tesztelni, hogy hogy csinálják meg a dolgokat. De ez egy jó kérdés, ezt a mai napig nem tudom. Ezt még én sem. Annyit tudok, hogy két kategóriájuk van. Az egyik, ami a map 1-en a nagy körben álltak és írtak hülyeségeket, ilyen krikszkrakszokat, mint ahogy de utáltam, azt tudom. A másik az az, amikor elmentek ilyen vadkutyákat ölni, de ilyen 15-ös, meg 20-as szintűek voltak, lovagias rangjuk volt, mert azok éjjel-nappal futottak. És hiába ölted le őket, mert ők szabaddá tetted magad, és akkor leölted, azok keltek fel, azt mentek tovább utána. Így már, hogy ezt így elmondtad részletesen, így tényleg beugrott, hogy mennyiszer szittuk, hogy beszéltünk volna simán, és állandóan csak a hülyeségeket láttuk a cseten. Így már maga az egész dolog, amit így felhoztál, az rémli, de ha erre valaki tudja a választ, kommentelje már be, hogy ez mi volt, vagy kiderült-e, vagy hogy mégis ez mi akart lenni. Ez tényleg érdekel, azóta sem tudom. Nem, hogy van rá logikus magyarázat, csak annak idején én nem tudtam rájönni. Bár mondjuk én nem is kérdeztem, hogy ez most mi volt, vagy mi ez. Mert mindenki annak könyvelte el, hogy hát, hogy valami... Köszönöm szépen. Hát, hogy valami... Valami hacker féle, de ilyen totál ártalmatlan hacker. Hát mondom, jó. És tényleg azt mondták, hogy nem árt senkinek, ne foglalkozz vele. Igen. Ja, szóval annak idején voltak érdekes dolgok a vetőmbe. Hát ez biztos. A boltolás érdekelne engem, ha kicsit kifejtenéd, Krisztián, hogy régen hogy nézett ki a boltolás, erre biztos emlékszel te is, Laura, hogy megvettük a kis zsákunkat, és akkor megnyitottad, adtál neki akármi nevet, én minden hülye, és ment az X-faktor, és én képes voltam beírni, hogy mit tudom én, Vastag Csaba boltja. Tehát, hogy én ennyire ilyen voltam, hogy így, vagy mit tudom, ami éppen ment a tévében, de legyen ön is millió most, meg ilyen össze-vissza írgatom hülyeségeket. Igen, emlékszem. Sőt, nekem ugye laptopom volt, és laptopon játszottam, de nekem volt annyira erős a laptopom, hogy két kliens futott egymás után, és az egyiken ment a bolt, azt szépen leraktam a tálcára, a másik meg szépen úgy mentem, fejlődtem, vagy mit tudom, hogy mit csináltam a fő karakteremmel, és így mindig azt tettem észre, amikor már eltelt így a nap, így azt tettem észre, hogy a másik karakter, a másik kliens, ami ugye a bolt volt megnyitva, azt nem bírom már felhozni, mert annyira belagolt már, hogy semmi nem jött be. És akkor mindig ilyen vezérlő, mindig ilyen feladatkezelővel be kellett zárnom. És akkor mindig úgy kíváncsi voltam, hogy na vajon mennyi bevétele van. Ez az érzés nagyon megvan. Fekete képernyő jött fel, és utána néztem, erről van videó YouTube-on, hogyha fekete képernyő a metined a vásárlás után, akkor elvileg, hogyha 11-szer benyomtad, hogy nulla, vagy van valami 11 vagy 12-szer be kell ütni valamit, akkor kidobta a karakteret a főmenübe, és akkor onnantól be tudtál lépni, nem kellett Ctrl-Delete-tel bezárni, de ezt én is csak most tudtam meg a napokban. Ez a mai napig így volt, és hát, hogy ilyen fekete képernyő volt egy idő után, meg ilyenek.
De én nem konkrétan erre értelmeztem, hanem arra, hogy már annyi ideig futott a játék, hogy már nem bírta a laptopom a második klienst, és ugye mindig nem volt a tárcán. És akkor ilyen most nem szépítek, ilyen 10 FPS-sel futott utána a kép, aztán vagy beállt az egész, és akkor egy feladatkezelővel újra kellett indítanom, vagy pedig fogtam a fő kliens, és akkor kiléptem a fő karakterembe, és akkor beléptem a boltosba, és akkor a másikat azt ugye kidobta automatikusan. Mm-hmm. Ilyenre gondolok például. De biztos már máshogy van ez a bolt rendszer, tehát biztos kitaláltak már erre valami okosságot, mert látom azért van olyan, ami éjjel-nappal megy. Meg úgy, hogy ott se kell lenned, azért is hoztam fel, hogy erről, hogyha jó pár dolgot mesél nekünk Krisztián, az még nagyon hasznos lett, mert régen tényleg csak ennyi volt, megvetted a zsákot, leültél, és ott hagytad. Nekem csomószó volt az, öcsémmel beindítottuk a gépet reggel 7 órakor, köszönöm szépen, beindítottuk a gépet reggel 7 órakor, és akkor az történt onnantól kezdve, hogy... Felhelyem azért dobálom. Ja jó, nekem még van, akkor lopok. Tehát, hogy gyakorlatilag az történt, hogy elindítottuk a gépet, és onnantól kezdve, amíg hazaértünk a suliból, addig boltoltunk, utána megjátszottunk. Tehát, hogy akkor most már nem kell, hogy a gép úgymond fusson 8 órán keresztül, amíg oda vagyunk. Hát most bejött ez az offline shop rendszer. Ez olyan, hogy igazából sérből lehet megvenni, hogy... Gondoltak volna. Igen, milyen meglepő. Ez az ilyen 7 napos offline shopot, az olyan, kirakod a boltos mapra, és 7 napig az igazából ott van, úgyhogy te nem kell fenn legyél. De aki nem sézik, és nem vesz ilyen offline shopot, az emberek nagy része ugyanúgy csinálja, mint régen, hogy vesz egy ilyen kis boltot a vegyes kereskedőtől, vagy zsákot, és bemegy a boltos mapra, és ott hagyja a... berakja a cuccait, és ott adja a gépét. Ja, hogy a boltos mapon is lehet úgy lenni, hogy ilyen kis zsákkal. Persze. Igen. Én azt hittem, hogy ott nem lehet, mert régen mi volt? Régen a városok közepén álltunk meg, és ott boltoltunk. Igen, és emlékszem, hogy mindig CH1 volt, egy tele volt bolttal. Ez igazából, ez az új frissítés, ez a boltos map kb. Egy-két hónapja jött be. Szóval azelőtt az egész map egy tele volt. Az igen. Ez nekem is új volt, hogy boltos map, meg hogy miért nincsenek boltok mappedjen, mert oda elvileg... gondolom, ezt azért is találták ki, mert bocsánat, hogy így közbe vágok, mert hogy ugye, tehát ha mappedről beszélünk, akkor van kék, sárga, meg piros mappedj. Most nyilván a pirosak a piros mappedjen boltolnak le. Tehát valószínűleg az a boltrendszer azért is lett így kitalálva, mert ez egy összes map. Tehát ide tudnak jönni a kékek, sárgák, pirosak is. Mondjuk ez lehet egy logikus válasz, hogy miért. Azt nézem, hogy 79%-on vagyok, viszont lassan véget ér a podcast, majd nem sokán kiderül, hogy meg lesz-e még addig a szintelés. Igazából az eventek, mi az, ami valószínű, hogy biztos, hogy mindig van. Tehát én nekem egyből beugrik, hogy karácsonykor biztos volt, most ugye hoztak erre. Halloween event, az rémlik, hogy minthogyha annó tököket láttam volna valamikor. De hogy ezeken kívül milyen eventek vannak, ami évente biztos, hogy mindig több hétig tartanak, Krisztián? Ezek a szezonális eventek. Hát ezek közül amúgy sok van, például a szezonális event, ami így újabb, az az ilyen fagyi event, az nyáron szokott lenni, általában nyár közepe. Az arról szól, hogy a metinkövek ilyen fagyi alakúva, és a mobok is, és a metinek is droppolhatnak ilyen fagylaltot, amit igazából értékesebb dolgokra lehet beváltani. Azon kívül van a karácsony event, Halloween event, Valentin napi event. Nagyjából szezonális eventek úgy ezek. De vannak az ilyen állandó eventek, azok olyanok, hogy például minden hónap utolsó vasárnapján vagy ilyesmi. Szóval ilyenek is vannak, ezt Wikipédián lehet megnézni. De vannak az ilyen mindennapi eventek is, az olyan, hogy például este 7-től egész este 9-ig van minden nap ez a hátes event. Az olyan, hogy metinből esett ilyen hátes utalvány, amit be tudsz váltani a lovásznál, és egy hétre van egy ilyen hátes. Tök jó. Mondjuk azt viszont értékelem, hogy nem örökre szólnak.
mert így akkor mindenkinek van ilyen esélye arra, hogy most akkor... Kapjon. Kapjon egyrészt, másrészt meg nem azon, hogy hát nekem már ez megvan, és akkor mondjuk eltelik X idő, és akkor újra bejön az event, és akkor nem kell vele újra szenvedni. Hát én azért értékelem ezt, hogy oké, nem marad meg örökre, hanem hát ne az legyen, hogy egyiknek nem jut, másiknak meg ott marad örökre. Uh-huh. Mondjuk belegondolva itt a tárgyakat mennyire változtatják az ilyen eventes tárgyakat, mert ugye tudjuk azt, hogy SSO-ba például a karácsonyi kívánságot, vagy a Halloween-it, azt más színű dologgal, szilánkokat más színbe adják, hogy ne tud beváltani azt, amit tavaly szerezted. Tehát én itt mondjuk megtartok valamilyen gyűjtős valamit, mondjuk mit tudom én, az elveszik, vagy pedig egy év múlva használhatom. Mert volt az előző valami ilyen event pont, mikor elkezdtünk játszani, estek, nem is tudom mik estek, de hogy lehetett gyűjteni, zászlók. Hogyha én azokat elrakom, az még jó lesz valamikor, vagy felesleges? Az is egy ilyen szezonális event, az a szülinapi event, mert akkor volt 10 éves a magyar szerver, ha jól tudom. Uh-huh. És hát akkor volt az event, ez minden évben van, szóval szerintem, vagyis biztos, hogy jövőre is fel lehet használni az érmét, mert a zászló az lejár egy hét után, mert én is szereztem, és ha 50-et nem szereztem és nem váltottad be egy ilyen érmévé, az eltűnt egy hét múlva. De hogy az érme akkor megmarad. A csokoládét, meg a rózsát, az is tehát ilyen egy hetes időkorlát van rajta, hogy ezt te kinyisd. Igen, annál láttam, hogy egy hét több, nekem 29 igen. Nap volt valamelyiken. Akkor lehet most kevertem valamivel. Nem baj, de igen, hogy tehát az event végéig jelzi nyilván, mint ahogy például nekem is szólt a zászlóknál Mirtil, hogy figyeljek oda, hogy két nap múlva lejárnak a zászlók. És igazából én egyet tudtam aztán beváltani, de nem volt nagy haszna. Nagyon későn kezdtük el. Igen, hogyha beváltottuk volna, akkor lehetett volna kosztümöket szerezni, aminél nem írt időkorlátot, szóval az lehet ilyen örökös kosztüm lett volna, csak bónusz nem adott volna, mert ilyen sima kosztüm lett volna. Meg vannak amúgy az ilyen olyan eventek, amit GM-ek raknak ki fórumra, szóval egy hónapban megadják, hogy milyen eventek lesznek. Például december hónapban vannak az ilyen legjobb eventek, gondolom láttatok már mappegyen meg ilyen helyeken ilyen olyan hátas, ami hasonlít egy ilyen mamuthoz. Igen. Igen. Na, az amúgy séből lehet venni, és decemberkor mondjuk szokott lenni olyan event is, és hogyha véletlenül metinből ütsz egyet, az nagyon értékes, mert azt és azt séből lehet megvenni, de aki mondjuk megszerzi akkor decemberkor eventkor, az 30 napon keresztül tud rajta lovagolni. Szóval úgy értve 30 nap, hogy 30 napon keresztül ülhetsz rajta. Uh-huh. Ez elég érdekes a díj, de mondom, én értékelem azt, hogy tehát időkorlát van rajta. Igen, mindenféleképpen hasznos dolog. Aztán a rózsákból, meg csokoládékból mi a legértékesebb dolog szerinted, amit lehet nyitni? Mert én láttam, hogy nagyon össze-vissza dob mindent. Hát a Ez a készségkönyvek is, abban mondjuk az aura, meg az elvarázsolt vértezés és a penge. De még ami értékes, az a zembab és az áldástekercs. Az azért menő lenne, hogyha egy csokoládéból kapsz egy áldástekercset. Zembabom az lett egy. Loretta, amúgy már nyitott áldástekercset. Hát én eddig kettőt nyitottam. Most ebbe a pár napba? Igen. Azt a mindenit. Jó rózsákhoz nyúltál. Lehet. Csak simán mázlim volt. Lehetséges. De az a jó, hogy lett. Tehát, hogy akkor az se szint függő, hogy csak a nagy karakterek meg aki régóta játszik, az kap jobb cuccokat, ennek azért örülök. És amúgy egyik live-otban azt hiszem az elsőben mondtad, hogy milyen rossz, hogy most már nem lehet megnyitni több klienst. Most is meg lehet nyitni. Meg lehet?
hány klienst, igen. Mert például Gameforge-ban rámész egy játék, és ott lesz egy füleske, és ott meg tudsz nyitni még egyet, akár más ilyen fiókot is. Hát ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy ezt teljesen lezárták. Le vagyok sokkolva. Az egyik klienssel bolt, a másikkal meg farmolt. Aha. Szóval... Szerintem már a podcastben nem fogják látni azt, hogy szintelünk, de... Ó, ezüst kincses láda. Az esett Krisznek. Az jó, hogyha van kulcsot hozzá, de kulcsot szerintem azt nem tudom mi dob. Úgy emlékszek, hogy azt a sivatagba kaptam sokat. Azt kezdtem volna elmondani, mielőtt lekincses ládáztam, hogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat ti is, és akik hallgatták a podcastet is. Aztán játszani igazából bármikor várunk titeket, hogyha live van, mert gyakorlatilag Magyarország szerveren kell legyél, sárga országban, ha velünk szeretné játszani, és általában a CH3-on kezdünk, de ez változhat, de eddig azért bevált a CH3 úgy általában. És nektek pedig köszönöm szépen a részvételt mindkettőtöknek. Köszönjük a meghívást. És akkor, hogyha még nem tettétek, akkor mindenféleképpen nézzétek vissza az eddigi Metin Live-okat. Mindenféleképp nézzétek meg a leírást, illetve a komment szekcióban rögzített posztot, ott megtaláljátok Loretnek a csatornáját, illetve az Insta profilját is, érdemes átnézni. És köszönöm szépen, hogyha ránéztek. Krisznél nem tudok mit mondani, de őt a játékba keressétek meg és játszatok vele, nagyon sok mindenhez ért, és ez most nagyon hülyé hangzott, elnézést kérek, csak tök nehéz az, amikor csak egy barátunkat kell bemutatni, aki mondjuk nem videózik, de lényeg az, hogy Krisz nélkül ez a tartalom most nem jött volna olyan szintű magaslatokig létre, amit így megtudhattunk, mert őszintén mi csak nosztalgiázni tudtunk volna, és most telibe mutatom a macit, úgyhogy lényeg az, hogy ha ennek a csapatnak a részesei szeretnétek lenni, akkor várunk titeket, és hogyha lesz majd céhünk, oda is várunk titeket, reméljük, hogy meghoztuk a kedvet, vagy visszahoztuk a kedvet a régi játékosoknak, legyen szép napotok, és hogyha már úgy van, dobjatok egy lájkot és feliratkozást rám is, mert tudjátok, az mindig jól esik, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!